Menekültek raktak tüzet Belgrád egyik gyárépületében. Az elmúlt hetekben olyan sokan jöttek és érkeztek Szerbiába, hogy már teljesen megteltek a menekült táborok. Sidben és Principovácban együtt csaknem 2000 menekült lakik tábori körülmények között, egész Szerbiában pedig már csaknem 10 000 migráns lehet. Sokaknak viszont nem jut hely a táborokban. Olyan sokan érkeztek az elmúlt hetekben, hogy egyre több üresen álló gyár és raktárépületet foglalnak el önkényesen a menekültek. Belgrád belvárosában elhagyatott épületekbe és lakásokba is beköltöztek. Itt vagyunk Belgrád külvárosában, és teljesen szürreális, hogy se áram, se víz, ilyen elhagyatott házak tele vannak menekültekkel. Csak ebben a házban olyan 130-140 ember lakik. Most megmutatjuk észak, hogy milyen körülmények között. Felmegyünk az emeletre, többen barátságosan fogadnak, vannak akik pedig csak eltakarják az arcukat. Ezek régen irodák voltak, és hát tulajdonképpen van, amelyiknek van ablaka, van, amelyiknek nincs, és ezekben alszanak, van, amelyik szobában 10-20-an, némelyikben pedig 30-an. Benézhetünk bárhova, azt mondták, jöhetünk nyugodtan, nézzük ebbe a szobába. Három menekültet mutatunk be, akikkel ezekben az elhagyatott házakban találkoztunk. Jassert, akit a családja küldött nyugatra, mert a tálibok megölték az édesapját, és megfenyegették a családját. Kibulazár Zadrát, aki 21 éves és informatikai hallgató volt a Kabuli Egyetemen, illetve Azrad Mohamedet, a 73 éves ex-katonát, aki még a szovjetek ellen harcolt Észak-Afganisztán hegyeiben, és miután a tálibok kiirtották a félcsaládját, úgy döntött, hogy útra kell. Yasef Afganisztánból menekült el. Az édesapja meggyilkolása után döntött úgy a család, hogy a fiatal férfit Európába küldi, egy jobb jövő reményében. Idén áprilisban indult el Kabulból, körülbelül 3800 kilométert utazott. Egy hónapja nem hallott a családjáról, és nem tud velük kapcsolatba lépni. Olyan helyzet van Afganisztánban és Kabulban, hogy el kellett jönnöm. Az édesapámat megölték a terroristák. Apám már 4 éve egy mozit működtetett a fővárosban, de ez ott nem lehetséges. A tálibok és a vallásuk ezt nem engedik. Szerintük ez bűn, hogy valakinek mozia van. Rengeteg ember csatlakozott az elmúlt időszakban az iszlám államhoz és a tálibokhoz. Folyamatos rettegésben tartják az embereket, és mindenkit fenyegetnek. Ha te a kormánynak dolgozol, akkor csak is bűnös lehetsz. Ez már elég indok arra, hogy kivégezzenek. Ezért arra kényszerítenek, hogy hagyd el a munkahelyet, különben megölnek. Az édesapám moziát úgy hívták, hogy Démorsáj, Kabul központjában üzemeltettük. A mi megyénket, ahol laktunk, pedig úgy hívják, hogy Ningerhád. Ezt a területet teljesen a terroristák és az iszlám állam uralja. Ezek az emberek többször levélben fenyegették meg az apámat, hogy ne dolgozzon a kormánynak, és ne működtesse a mozit. Azt írták, hogy megölik őt is és a teljes családját. De apám nem foglalkozott velük, egyszerűen csak el akarta tartani a családját, és bejárt dolgozni. Mindig azt mondta nekem, ne menjünk ki az utcára. Megpróbált vigyázni ránk. Tudta, hogy mi is veszélyben vagyunk. Egyszer elment a munkába, és soha többé nem jött haza. Megölték. Annyit tudunk, hogy valaki elkapta, azóta nem láttuk. Mit tudtok róla? Mi történhetett? Megtaláltuk a kocsiját, tele volt lövésnyomokkal. Szétlőtték az autót, és őt is. De a holtteste nem volt benne a kocsiban. Eltűnt. Elvitték, de nem tudjuk, hogy hová. Ezután az édesanyám és a testvérem azt mondta, hogy nekem el kell mennem erről a helyről. Próbáljak meg biztonságos helyet találni a világban. Úgy indítottak el, hogy találjak munkát, de nem maradhatok olyan helyen, ahol állandó életveszélyben vagyok. Én nem akartam elhagyni Afganisztánt, mert az én hazám, ott születtem, de nem volt mit tennem. Apámat megölték, a családomat is fenyegetésben tartják, nem volt más választásom. Úton vagyok már 1/2 éve. Egy hónapja keresem a rokonaimat. Szeretném tudni, hogy mi van velük otthon, de nem tudtam felvenni velük a kapcsolatot. Teljesen eltűntek. Most nagyon el vagyok keseredve emiatt. Yasser a 6 hónapos út alatt összesen 7000 dollárt költött embercsempészekre. Ez körülbelül 2 000 000 forintnak felel meg. Ennyiért hozták át őket illegálisan Szerbiába. Bulgáriában egyébként 3-szor kapták el a csapatát, minden alkalommal kirabolták őket a rendőrök, és utána pedig visszaküldték az egész csapatot Görögországba. Először otthon fizettem az embercsempészeknek. 4000 dollárért vittek át Kabulból Törökországba. Isztambulba vittek. A következőkben pedig Isztambulból Belgrádig,
$3000 hoztak át. Ez az út 6 hónapig tartott, és a csempészek kézről kézre adtak át engem. $7000 került nekem. Kibulázár arról mesélt, hogy ő tudja tartani a kapcsolatot a szüleivel. Szinte napi rendszerességgel beszélnek valamelyik közösségi fórumon, és egyáltalán nem bánta meg, hogy elindult Európa felé. A környező házakban körülbelül 5-600-an lehetünk. Azért költöztünk ide a belvárosi épületekbe, mert a szerb hatóságok már nem tudnak nekünk helyet adni a táborokban. Itt csak egyedülálló férfiak vannak, most pár százan vagyunk, de csak ebben a házban. Ami engem illet, én 2 hónapja érkeztem meg Szerbiába. Több olyan terület van Afganisztánban, ahol nagyon rossz és veszélyes a helyzet, és egyre csak romlik a biztonság. Napról napra rosszabb lesz ott élni. A vidéki területeken nem lehet megmaradni. Egyszerűen nincs biztonság. A tálibok és az iszlám állam fenyegetnek mindenkit. Egész nap, és most már éjjel is lőnek. Folyamatosak a harcok. Kibulázár azt mesélte, hogy majdnem beleőrült az állandó tűzharcokba, már nem tudta elviselni, hogy szinte a nap 24 órájában lövik őket. A tálibok és az amerikai hadsereg állandóan lövik egymást. Amikor például az amerikai csapatok megérkeztek a városunkba, akkor a tálibok úgy döntöttek, hogy tűz alá veszik a településünket, és folyamatosan lőttek minket. Persze az amerikaiak visszalőttek, hiszen védték magukat a tálibok ellen. Ez megy minden nap. Nappal és éjjel is. Ezt látni és átélni nagyon nehéz. Rettegni a két tűz között és arra gondolni, hogy mikor lövik szét a házunkat. Ezt el sem lehet mondani. Az állandó harcok között elveszted az ítélő képességed. Bele lehet őrülni, hogy állandóan lőnek, és nem tudod, hogy téged mikor találhatnak el. Kibulázár azt mondta, a háború és az állandó harcok teljesen tönkretették idegileg. Rengeteg álmom volt az életben, amikor befejeztem a középiskolát. Akkor tudtam, hogy tovább szeretnék tanulni. Erre tettem fel az életem. Egyetemre mentem, de csak 1 évig tudtam tanulni. Informatikus lettem volna, ha be tudom fejezni az iskolát. Most csak azt tudom mondani, hogy minden álmom és minden vágyam szertefoszlott. És ez mind a háború miatt van. Tudtam, hogy nem elég az érettségi. Mindig is tovább szerettem volna tanulni, de most ezt az álmomat is ketté törték. Amikor az amerikai katonák az iskolánkba jöttek, hogy megvédjék, a tálibok azonnal elkezdték lőni az iskola épületét, amely tele volt diákokkal. Itt vagyunk Belgrád külvárosában egy raktárépület mellett. Éjszaka tudunk tulajdonképpen velük forgatni, akkor lehet látni, hogy hova költöznek be. Ezen a szűkrésen lehet bemenni, ez nem lesz egy egyszerű megoldás. Szóval ebben a raktárépületben 50-en alszanak. Itt szárítják a ruháikat, itt belül tüzet raknak, egy darab égőjük van, illetve egy darab konnektoruk, azon töltik a telefonjukat. Ezek a menekültek körülbelül 10 napja költöztek be ide, mindannyian Afganisztánból jöttek. Kartonpapírokat és pokrocokat terítenek a földre, hogy így vészeljék át az éjszakát. Néha 2-3 fokra is lehűl az idő. Itt találkoztunk egy idős férfival, Azrad Mohamed, 72 éves, és kuhártartományban született. Családi tragédia miatt indult útnak. Az egykori afgán hadsereg őrmestere volt, katonaként szolgált 36 évig. Ő még harcolt a szovjetek ellen amerikai segítséggel, most menekülni kényszerül. A falujában állandóak a harcok, feleségét és testvéreit megölték a tálibok. Fiaival indult útnak Európa felé. Nem volt miért Afganisztánban maradni, összecsomagoltunk a fiúkkal és elindultunk. Eladtuk a házunkat és földünket. Idén januárban indultunk el. A tálibok tudták, hogy együtt szolgáltam az amerikaiakkal, és ez elég indok volt nekik, hogy ellenségként tekintsenek rám. A fél családomat megölték és többször megfenyegettek. Az elmúlt 1 évben eltemettem a feleségemet és 3 testvéremet. Ekkor döntöttem úgy, hogy Afganisztán nekem már nem a hazám. Azt hallottuk, hogy Európa beenged minket, és most arra várunk, hogy megnyissák a határokat. Az idős férfi nem panaszkodik a körülményekre. Azt mondta, kivárja a sorát, hogy beengedjék Európába. Viszont azt nem tudta megmondani, hogy pontosan hová szeretne menni. A szerb rendőrök rendesen bántak velünk. Itt a parkban naponta 3-szor kaptunk enni. Nem bántanak minket. Minden nap bejönnek ide, és megszámolnak, hogy hányan vagyunk. Magyarország felé szeretnénk menni, de most zárva van a határ. Sokan arról beszélnek, hogy pár hét múlva megnyitják a határokat, de nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. Yasef, Kibulázár és Azrat története teljesen különböző. Mindannyian másokok miatt hagyták el hazájukat. Egyben viszont mindannyian egyetértettek, hogy nem fordulnak vissza. Szinte a teljes vagyonukat ráköltötték már az utazásra, ezért nincs is nekik miért visszamenni.
Csak is egy cél lebeg a szemük előtt, az, hogy minél gyorsabban bejussanak valamelyik nyugat-európai országba. Bár nem mondták, de céloztak rá, hogy embercsempészek segítségét fogják ismét kérni. Ha kell, pedig ismét több ezer dollárt fizetnek majd azért, hogy tovább tudjanak menni. És még egy dologban megerősítettek minket, hogy nincsenek egyedül, most is százak és ezrek döntenek úgy, és nem csak Afganisztánban, hogy elindulnak Európa felé.